A világ jelenlegi legjobb kézilabda csapatának érdi látogatása mindig különleges alkalom. Ezért gondolták úgy a helyi szurkolók, hogy egy jótékonysági akciót hirdetnek erre a mérkőzésre. Az Orange Dragons a Szelíd Motorosok nevű civil szervezet országos kezdeményezéséhez csatlakozva. Néhány hete plüss játékok összegyűjtésére tett közzé egy felhívást, amely játékokat végül a tegnapi meccs előtt lehetett átadni a szervezőknek. Felnőttként sem jó érzés, de gyerekként mentővel utazni vagy kórházban lenni kifejezetten rossz élmény, amin ugyanakkor sokat segíthet egy puha plüssjáték, amihez oda lehet bújni a bajban, fogalmaztak az ötletgazdák. Az akcióban elsősorban a két csapat drukkerei vettek részt, de természetesen mások adományait is elfogadták. A szervezők elmondták, a játékokat az érdi mentőállomás és szakorvosi rendelő, valamint az országos kardiológiai intézet kapja meg. Összefogtunk a győri szurkolók, mivel ez egy különleges rendezvény, esemény, illetve mérkőzés ez a mai nap. Az a címe ennek a kezdeményezésünknek most, hogy habár több a tábor, egy a szív, és ez van a zsákokon is, és azért van rajta az Orange Dragons és a Green Thunder, a győri szurkolótábor közösen, ez egy közös összefogásunk. Másodjára gyűjtünk plüssöket, pontosan egy éve gyűjtöttünk először, akkor is beteg gyerekeknek ajánlottuk fel, akkor a mentőszolgálat kapta meg az adományokat, most pedig megosztva egy szívsebészeti klinika, egy gyerek szívsebészeti klinika, valamint az érdi Romics László egészségügyi intézmény kapja meg az adományokat. Megláttuk ezt a lehetőséget, és rögtön közhírré tettem az érdligeti oldalon, és a gyerekek nagyon lelkesen hozták ezeket a plüssállatokat, illetve nem csak a gyerekek, hanem külsősök is, tehát olyanok, akik nem járnak hozzánk, úgyhogy ez nagyon jó kezdeményezés, és reméljük jó helyre fog kerülni. Biztos, hogy nagyon rossz lehet kórház lenni anyu apu nélkül, és hát ha hozzá lehet bújni egy ilyen drága plüssállathoz, akkor az biztos nagyon kellemes dolog. Én azt hiszem, nagyon fontos, hogy mindig legyen játék a kezük ügyében, megnyugtató, egy-egy plüssmaci akár nagyon kedves is lehet. Én most direkt egy ilyen érdi plüssmacit hoztam, amit gyereknap szoktunk ajándékozni, hogy az különleges egy kicsit a többihez képest, de bármelyik játék, bármelyik plüssmaci nagyon, nagyon jó esély a fiataloknak, a gyerekeknek. Én emlékszem, az én lányomnak már felnőtt volt, amikor a padláson megtaláltunk egy zsák ilyen plüssállatkát, nyulat, macit, rókát, jó Isten tudja már miért pontosan, és mondtam, hogy jó, hát akkor ezt el kéne vinni valahova. Nem, az még neki majd kell, meg neki is lesz majd gyereke, annak is kell, úgyhogy azóta is az a plüssmaci zsák, az ott van fönt a padláson, és azt várjuk, hogy majd valamely gyerek azt is használhassa. Az én lányom is megjárt egy párszor a kórházakat, úgyhogy tudjuk, milyen érzés, amikor bent kell feküdni. Úgyhogy szeretettel küldünk mi is egy pici ajándékot azoknak a gyerekeknek, és mielőbbi jobbulást kívánunk nekik. És hajrá, értem! Természetesen.